Sziasztok, fiúk, lányok! Ma május 6-a van, hétfő, és a gyerekeket már elvittem a suliba. Hazajöttem, elkészülődtem nagyjából, és még maradt egy órám, még indulnom kell dolgozni. Szóval gondoltam, teszek-veszek egy kicsit, amit tudok, megcsinálok. Már elindítottam egy mosást, mert... Hé, Béla! Mert még mindig nem értem végére annak az adagnak, amit a költözés alatt, előtt és után szedtem össze, vagyis hát gyűjtöttem össze. Szóval még a héten szerintem ezt fogom majd leküzdeni, ezt a pár adagruhat. Még igazából most megy egy adag, és azon kívül még van két adag, de mire azokat sikerül majd kimosnom, már megint összegyűlik majd egy adag legalább, ha nem kettő. Szóval ez egy ilyen, hogy szokták ezt mondani, ilyen körforgásba fog torkollani, addig, amíg nem veszek egy második szárítót. De viszont addig nem veszek egy második szárítót, amíg nem lesz jobb idő. Ha minden jól megy, akkor hét végére már jobb idő lesz. És lehet, hogy beszálltam a második szárítót, nem tudom pontosan, mert elég kacifántos azt hazahozni a boltból amúgy. Szóval olyankor kell majd beszereznem, amikor éppen nem a bevásárlást intézem, de viszont időt szakítani arra elég érdekes. Ugyanis ugye ma hétfő van, ami azt jelenti, hogy munka után még haza tudok majd jönni, és eltölteni egy fél órát itthon, nem sokat, mert ugye mennem kell vissza a gyerekekért, a suliból összeszedni őket. Utána viszont gyorsan megetetem őket, és felkészítem Melanit a táncra, és el kell vinnem táncra, onnan van két óránk Csabikával, ami azt jelenti, hogy lehet elugrunk a boltba, a Lidl-be. De ez már Csabikától függ, mert hétfőnként azért el szokott fáradni, és nem igazán van kedve sehova sem menni, addig, amíg Melanie táncol. És tudjátok, egy hisztis, nyűgös, fáradt gyerekkel azért nem egy könnyű dolog a vásárlás. Szóval ezért nem is szoktam olyankor bevásárolni, mikor a gyerekek velem vannak, mert elég kacifántos olyankor a bevásárlás. Szóval nem tudom pontosan, még lehet, hogy csak itthon leszünk, és csinálok ezt-azt, amit tudok lényegében. Mert ugye addig, amíg nem zárjuk le itt a falat, addig Melanie szobáját nem tudom alakítgatni, és addig, amíg nem rakom össze a szekrényemet, addig az én szobámat sem tudom nagyon alakítgatni, mert ugye tele van dobozokkal. És ezt a héten már meg kéne tenni. Ha minden jól megy, akkor a héten ugye Szabin leszek szerdától, és majd csak jövő héten kezdek újra, mert bezár az étterem, itt hosszú hétvége lesz, mert 8-a és 9-e ünnepnap, és megadták a 10-ét és 11-ét a munkahelyen, mert ugye ezen a hétvégén kellene dolgoznom szombaton is, mert a gyerekek Csabával lesznek, nem mivel, az most száraz, nem, még nem teljesen, de mivel nem fogok dolgozni, ezért szerintem a szekrényt fogom lefesteni és összerakni. Majd sógornőm, vagyis hát barátnőm, ex-sógornőm jön át, és majd segít, ő ilyen nagyon művész lélek, úgyhogy ő neki nagy örömet okoznak az ilyenfajta dolgok. Szóval gondoltam, belevonom őt is. Ezért majd valamelyik nap el kellene menjek a barkácsboltba, és meg kellene vennem a falat Melaninak.
és nyilván ahhoz is kell majd festék, szóval akkor ha már úgyis veszek festéket a falhoz, akkor meg fogom venni a festéket a szekrényhez is, és az íróasztalhoz is, mert ugye azt is egy kicsit fel szeretném újítani. Az elmúlt néhány évben, mióta az le lett festve, azért igencsak használva volt, hogy úgy mondjam, és már ráfér az újabb átalakítás, vagyis hát nem átalakítás, csak újra festem, mert az íróasztalom azt szerintem fehér lesz, viszont a szekrényben nem vagyok biztos, hogy fehér lesz. Szeretnék valami jó kis, nem tudom, vidám színt, valamit. Lehet, hogy lemendula színű lesz, vagy valami ilyesmi. Még nem vagyok benne biztos, ezért szeretnék majd elmenni a barkácsboltba, és ott nézelődni a színek között, hogy milyen színt is szeretnék lényegében. Mert azt azért szeretném, hogy ilyen időtálló szín legyen, tehát hogyha esetleg színkombinációt szeretnék majd változtatni a szobában, akkor könnyen lehessen párosítani a szekrény színét más színekkel. De szóval, ja, úgyhogy most leszedem a ruhákat, azt nem ígérem, hogy el is pakolom, mert ismerem magamat. Nem valószínű, hogy el fogom pakolni, talán majd délután, amíg várjuk, hogy Melanika végezzen a tánccal, majd akkor elpakolom. Nincs hírem a szerelőről, a gázszerelőről, vagy nem is tudom, vízszerelő, vagy nem is tudom, minek hívják azt, aki megszereli itt a fűtést. Mert plombiénak hívják, szóval én úgy érzem, vízszerelő. De nem vagyok benne biztos. De tök mindegy, nincsen róla hírem, úgyhogy gondoltam, hogy megejtek egy telefonhívást ma, hogy egy kicsit megsürgessem őket. Mert így, hogy át kell járkálni a régi lakásba fürdeni, ez nem olyan kellemes tényleg, hogy minden este át kell járni. De szerintem ma úgy fogjuk csinálni, hogy amikor Melanie végez a tánccal, akkor nem hazajövünk, hanem egyből oda megyünk, megfürdünk, és úgy jövünk haza, hogy már az le legyen tudva, és utána már csak vacsora és alvás. Bár tudom, Melanie azért éhes lesz, mire végez a tánccal, de hát nem tudom, hogy oldjam meg máshogy, úgyhogy ne kelljen 6-szor oda visszajárkálni Csabikával. De majd valahogy megoldjuk. Olyan még soha nem volt, hogy ne lett volna valahogy, szokták mondani. Úgyhogy szerintem most befejezem itt a ruhák pakolását, és gyorsan meg is ejtem azt a telefont, mielőtt még elfelejtem. Mert szokásom az ilyesfajta dolgokat elfelejteni. A hétvégén azért haladtam egy-két dologgal így a lakásban, jújj, amit szerintem meg is fogok nektek mutatni, viszont nem beszéltem ezekben a videó részletekben, mert kezdek beteg lenni. Először azt hittem, hogy allergia, de tegnap, igen, nem. De tegnap elkezdett fájni a fejem is egy kicsit, úgyhogy innen tudom, hogy valószínűleg ez nem allergia lesz, hanem akkor beteg leszek. Ami egyelőre nem olyan vészes, nem érzem magamat úgy betegnek. Az orrom az tele van, és a torkom kapar, de semmi fájdalom, és ezt simán ki tudom bírni, még dolgozni is könnyen tudok így. Mert csak a hangomon hallani egy kicsit, hogy orrból beszélek, de egyébként nem vészes, és a köhögés az nem annyira irritáló még.
Majd meglátjuk, hogy mi lesz ma a munkahelyen, hogyha egész nap kell beszélnem, akkor azért úgy irritálódik a torok. Úgyhogy kíváncsi leszek, de ugye csak ma meg holnap dolgozok, úgyhogy ha kell, akkor még fél lábon is kibírom ezt a két napot. Semmi probléma, ez meg lesz oldva. Úgyhogy ja, szerintem most gyorsan meg is mutatom nektek, hogy mit sikerült csinálnom a hétvégén.
Na szóval, mióta ide költöztünk, ez az első alkalom, hogy beágyaztam egyébként, ez csak a ti kedvet érték ki. Újra kezdem, háromszor futottam ennek neki, a negyedjére sikerülni fog-e. Ez csak a ti kedvetekért van, hogy én beágyaztam, mert amúgy nem tettem volna, hanem videóznék. Az asztalt, ne, ez nem így lesz, csak úgy raktam mindent, hogy elérhető helyen legyen, ne össze-vissza legyen minden, nyilván rengeteg dekoráció van itt egymás hegyén hátán, ezek majd későbbiekben megtalálják a helyüket, most még nem dekorálok, csak próbálok elpakolni, vagyis hát mindent megtalálni, inkább úgy mondom, úgyhogy azt csak úgy elrendeztem. Egyébként szerintem ti még nem láttátok ezt a szobát, hogy hogy néz ki. Itt vannak a szekrényemnek a darabjai. Ezt így hozták ki. Ez a tükör, jaj, de csúnya vagyok. Ez a tükör is az egyik ajtaja, és mögötte egyébként van egy hatalmas tükör. Az is külön van, az külön van. Az nem ennek a szekrénynek a tartozéka, az külön van az a tükör. De igen, majd ezt a szekrényt kell még összerakni, viszont előbb le fogom festeni. Még nem döntöttem el, hogy milyen színe lesz, ezért nincsen még elkezdve, mert nem tudom. És majd el kell menjek a barkácsboltba, és majd talán ott megjön az ihlet, de addig is. Még itt vannak dobozok, meg itt is vannak ugye dobozok, ezek majd mind a szekrénybe fognak menni. A szekrényben pedig már kiraktam néhány ruhát, ugye, hogy ne kelljen minden reggel dobozokban keresgélni a dolgaimat, úgyhogy néhány váltás ruha, meg fehér neműk, meg minden itt vannak ebbe a szekrénybe, hogy könnyen elérhető legyen számomra. De szerintem ennyi is lesz akkor ebbe a szobába mára. Na szóval, legalább ennyit sikerült kialakítanom így a hétvégén. Ami számomra már iszonyat haladás, mert tudom, hogy mi hol van, hol keresem őket, és van egy minimális rendszer kialakítva itt már, és ezek után már lehet majd apránként alakítgatni a dolgokat. Szóval ezt már én fél sikernek tudom be, és szóval Béla egyébként, ezt még el szeretném mondani, szörnyű, mióta ide költöztünk, annyi minden eltört már, ma reggel is eltörte a fülpiszkáló tartót a fürdőben, mert ez az eddig a régi lakásban volt, most tegnap áthoztam már, és az első dolga az az volt, hogy el is törte, szóval most egyelőre fedő nélkül van, beraktam most már a fiókba, de hát így kellett volna kezdenem alapból, hogy berakom a fiókba. Gondoltam volna, hogy azt is el fogja törni, mert rengeteg ilyen pici, hát nem rengeteg, de kettő ilyen pici kis akármicsodát is eltört. Mi tört még el? Nem tudom. De egy csomó mindent lelögdösött már és eltört. Szóval szörnyű. Szörnyű ez a Béla, mióta itt lakunk. Ugye értem én, hogy felfedezi a terepet, de basszus, nem kéne mindent eltörni. Ez az egész költözés az engem nagyon-nagyon kimerített. Szerintem ezért is lehet, hogy beteg lettem, mert én nem szoktam beteg lenni, az én immunrendszerem hál' Istennek iszonyat erős. Évente talán egyszer, ha beteg vagyok, az is a nagyon-nagyon beteges szezonban, tél elején, nyár végén, tél elején szokott lenni, és ez most igazán meglepett, hogy beteg lettem, mert máskor is eláztam már, és máskor is szoktak olyan helyzetek adódni, ahol megfázhatnék, vagy lebetegedhetnék, de nem szoktam lebetegedni, szóval ez most meglepett. Úgyhogy, ja. Ez van. Szerintem ennyi fért bele ebbe a mai videóba mára. Remélem tetszett, és velem tartotok majd ezen az egész folyamaton keresztül, ahogy valahogy majd berendezem ezt a lakást szépen úgy, ahogy
azt elterveztem. Ez egy hosszú folyamat lesz, az biztos, mert csak 24 órából áll egy nap, és ezt is, azt is csinálni kell. És ja, és attól még zajlik az élet, hogy én rendezkedek. És Béla meg itt játszik. Na de, köszönöm, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!